Illegális vízelvezetés, a jövőben fellépnek az egyre gyakoribb szabálytalan, lopásnak minősülő vízvételezés ellen a nyírségvíz szakemberei. Évadzáró társulati ülés. Ebben az évadban közel 350 előadást játszottak a Móricz Zsigmond Színházban, és több mint 12 000 gyermek láthatott legalább egy darabot. Nyári diákmunka. A július 1-től leinduló állami diákmunka program akár 3600 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatalnak biztosíthat keresetet a nyári hónapokban. Egyre gyakoribb a szabálytalan ivóvízvételezés Nyíregyháza külterületein. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! Ennek megakadályozására a nyírségvíz már hetek óta 2-3 fős egységekkel próbálja rajta kapni az elkövetőket. Nem szabályszerű szennyvízelvezetés miatt is több lakossági bejelentés érkezett. Mindenek az utóbbi hetek esőzései során voltak látható jelei a megyeszékhely utcáin. Illegális vízelvezetésre évek óta akadt példa Nyíregyháza külterületein is. A tavaszi aszályos időszakban azonban a szokásosnál is gyakrabban észleltek ilyen tevékenységet a nyírségvíz ZRT szakemberei. Az elkövetők a legtöbb esetben a tűzcsapokra csatlakozva, mérőeszköz nélkül ezáltal ingyen vételezték az ivóvizet. A felhasználás az eddigi rajtaütések alapján igen eltérő, legtöbbször termőföldeket öntöztek, de néhányan az otthoni autómosást is így oldották meg. Károk esetében összetett a kérdés, ugyanis nem pusztán gazdasági károról van szó, hogy úgy veszek igénybe a szolgáltatást, hogy nem fizetek érte. Komoly következménye lehetnek akkor, hogyha a vízvételezés nem a mi munkatársaink nem szabályszerűen alakítják ki. Sokszor fordul elő az, hogy olyan lakossági bejelentéseknek az eredménye lesz egy illegális vízvételezés a környéken, amikor a felhasználók valami vízminőségi panasszal élnek. Ez szakhatás, ízhatás, felkavarodik a víz, nem megfelelő a szolgáltatásnak a minősége, kevesebb a nyomás, nyomásingadozások vannak, és a munkatársaim a feltérképezés után találnak illegális vízvételezést, ahol az elkövető nem szabályszerűen használja ezt a szolgáltatást. Jó hír ugyanakkor, hogy az illegális ingyen vízvételezésnek a jövőben elejét veszik a nyírségvíz szakemberei. A vezetőség úgy döntött, az ügyeletet is ellátó hiba elhárítási egység folyamatosan ellenőrzi Nyíregyháza vízellátási körzeteit és a cég további szolgáltatási területeit. Néhány hónappal ezelőtt külön csoportokat irányítottunk ennek a tevékenységnek a felderítésére. A munkatársaink célzottan járják be azokat a jellemzően külterületi elosztóhálózatainkat, gerincfeletékeinket, ahol kevésbé lakott a térség, nagyobb mezőgazdasági tevékenység, és próbálunk a jelenlétünkkel is már egy elrettentést csinálni, vagy elrettentést megvalósítani. Más területen is jelentős problémával találkoztak a vízügyi szakemberek. Az elmúlt hetek folyamatos esőzései során számos bejelentés érkezett amiatt, hogy a nyíregyházi lakosok az elkülönített szennyvízhálózatba vezették a csapadékvizet, ami miatt a hálózat túlterhelté vált. Mindez azt jelentette, hogy a szennyvízelvezető csatorna rendszer teljesen megtelt, így pedig több utcát is elárasztott annak tartalma. Ez abban nyilvánul meg, hogy esőmentes időben semmi probléma nincs a szennyvízelvezetéssel, mihelyt esik egy kisebb vagy nagyobb csapadék, ami az elmúlt hetekben most már rendszeressé vált, hogy minden nap szinte nagyobb esők érték el a megyeszékhelyet. Ez a nagy eső belekerül valamilyen formában, általában illegálisan, legtöbb esetben illegálisan a csapadék csatornarendszerbe, és ez problémát okoz nem csak nekünk, hanem a lakosságnak is, olyan szempontból, hogy a kevert, szennyvízek kevert esővíz a fedlapon keresztül elhagyja csatornarendszert. Ez az utcán megjelenhet, árkokban megjelenhet, és ez rendkívül fertőzés veszélyes. A nyírségvíz szakemberei kiemelték, mind a szabálytalan vízvételezés, mind a csapadékvíz szennyvíz csatornába történő elvezetése kimeríti a közműveszélyeztetés jogszabályi értelmezését. Az intézmény egyelőre a lakosságra való ráhatással és házon belül szeretné kezelni az ügyet, de további kihágások esetén a hatóságok közreműködésére is számítani lehet. Ebben az évadban 346 előadást játszottak a Móricz Zsigmond Színházban, márciustól azonban még 107 lett volna, amit a koronavírus járvány miatt már nem tudtak megtartani. 20.800 bérletet adtak el a 2019-es 2020-as évadra, aminek a teljes bevétele 232 millió forint lett. Ezek az adatok az évad záró társulati ülésen hangzottak el. Ahogy az is, hogy a Lázár Ervin programnak köszönhetően több mint 12 000 gyermek, köztük sárospataki és szerencsi tanulók is láthatták a színház valamelyik darabját. Nehezen indult az évad a Móricz Zsigmond Színházban.
Az évadzáró társulati ülésen Kirják Robert igazgató erre a Delila körüli jogi vitát említette példaként, majd a koronavírus okozta leállás is megnehezítette a munkát. Ez idő alatt a közönséggel való kapcsolattartást az online térbe helyezték át, több mint 200 videót osztottak meg közösségi oldalukon. A nézők szeretetét mi sem bizonyította jobban, mint hogy 4600 bérletes nézőből közel 3600-an lemondtak a koronavírus miatt a bérlethányadukról, így közel 9 millió forinttal támogatták a színházat. Az évad azonban nem csak a járványról szólt, számos fejlesztést tudhat maga mögött a teátrum. Két fejlesztést emelnék ki, több volt, de kettőt mindenképpen kiemelnék. Az egyik a színház konditermei szaunája teljes felújításon esett át. Ez egy 5 millió forintos Emmy támogatásnak volt köszönhető, illetve a színészházban 10 vendéglakás teljes körű felújításon esett át. Ez egy 10 millió forint értékű Emmy támogatásnak volt köszönhető. Az évadzáró társulati ülés része az új tagok köszöntése, és mindig van olyan is, akitől búcsúzni kell. Az egyik ilyen Kónya Merlin Renáta, aki 3 év után távozik a Móri Zsigmond Színházból. Nyíregyháza Nívó díját idén Puskás Tivadar kapta, aki 20 év után befejezi színészi pályafutását. A társulat vastapsol és könnyes szemekkel búcsúztatta a színművészt. Csodálatos volt, az kétségtelen, tehát azért ez a 20 év, ez nem tűnik el nyomtalanul, 20 évet adtam itt az életemből. Nagyon élveztem, meg hogy mondjam, hogy nagyon élveztem, hogy nagyon szeretnek. Tehát azért ez itt egy olyan közönség van, meg olyan város, ahol szeretik a színészeket, mindenütt kényeztettek, és ennek nagyon örültem. Reméltem, hogy vissza is kaptak tőlem valamit a színpadon keresztül. Nyilván idős vagyok, tehát úgy gondolom, hogy egyszer csak egy pályát abba kell hagyni. Ennek a gyümölcsét kéne élvezni, és ezt szeretném a továbbiakban. A maradék 40 évenben. Az ő búcsúztatása a következő évadban válik teljessé, amikor egy szereposztás váltásnak köszönhetően együtt játszhat majd a Napsugár fiúk című darabban fiával, Puskás Petivel és barátnőjével, Dallos Bogival. A bejelentés mellett számos díjat is átadtak a pénteki ülésen. Szavazataink alapján a hátsó színpad alapítvány díját idén, és egy kiválónak teszek eleget, Bugyi Zokni Harisnya, Éjjel Bokor Gabika. Lipó díjat kapott Dézsi Darinka, az Aranyceruza díj Tanyik Zsófiához került, Tóth Károly pedig a Móricz díjat vehette át. A Kelet színészek 2020-ban Széles Zita lett. Nekem nagyon-nagyon kedvenc előadásom volt az idei Mesél a Bécsi Erdő, amit én nagyon, magát színdarabot is nagyon-nagyon szeretem, és szerintem egy nagyon izgalmas szereposztásban játszhattuk. És nagyon-nagyon szerettem a kollégáimat, és az egész előadást nagyon-nagyon kedveltem, és én nagyon örülök, hogy ezt azt hiszem a nézők is szerették. Mert az is talán ritkább, hogy nem egy zenés, vagy nem egy vígjáték, ami viszi a pálmát, hanem nagyon jó elesőérzés, hogyha egy dráma, vagy egy klasszikus írás is akkora tömegeket tud vonzani, ami szerencsésen ez az előadás, ez a Mesél a Bécsi Erdőbe vonzotta az embereket, és ez nagyon-nagyon nagy adomány, és tényleg nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy én ezt eljátszhattam, és nagyon boldog vagyok, hogy szerettek minket. A társulat ülés zárásaként pedig bemutatták a 2020-21-es évad programját is. A nyitó előadás az Édes Charity lesz szeptember 5-én, majd érkezik többek között a Funny Girl Szentevajk rendezésében. A gyerekdarabok közül pedig a Csillagszemű Juhászt és a Szafit láthatják majd a nagy színpadon. Akár 3600 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatal is részt vett az állam nyári diákmunka programjában, amelynek finanszírozására 418 millió forintot fordíthatnak a megyében. A nappali tagozatos középiskolások vagy a felsőoktatásban érintett hallgatók számára két lehetőség kínálkozik nyári munkára. Önkormányzatnál napi 6, vállalkozásnál akár napi 8 órában is dolgozhatnak. A nyári diákmunka idei országos programjában az elmúlt évekhez hasonlóan 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett projektben országos viszonylatban 21 ezer diák jelentkezését várják, mindenre pedig 3 milliárd forintos keretösszeget biztosítanak. Román István kormány megbízott bejelentette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye igen jelentős 15%-ban részesülhet az országos keretösszegből. Ezáltal összesen 3600 diáknak lesz lehetősége az állami programban való részvételre.
Két nagyon fontos pillére van, az egyikre az önkormányzatok pályázhatnak, a másikra pedig azok a gazdasági szereplők, akik vagy a turizmus vendéglátás, vagy pedig a mezőgazdaság területén vannak jelen. Azt látjuk, hogy ugyan a Covid vírus miatt szűntek meg munkahelyek, de ezeken a területeken még mindig van munkaerő hiány is itt a megyében, ezért ezeket a klasszikusan nyári munkákat a fiatalok azt be fogják tudni tölteni, és hát nyilván ez egy lehetőség számukra, hogy a munkavilágába elkezdjék az ismerkedést, tapasztalatokat gyűjtsenek, és nyári keresethez is jussanak. Önkormányzati diák munka keretében az állam 100%-ban megtéríti a diákok munkabérét, valamint a szociális hozzájárulás adóját. De jelentős, 75%-os az állam átvállalás a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás területén is. Eltérés, hogy míg önkormányzat napi 6, vállalkozás akár napi 8 órában foglalkoztathat. A kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője elmondta, a diákok felé támasztott adminisztratív feltételek nem változtak az elmúlt évekhez képest. A fiatalnak annyi dolga van, hogy befárad a lakóhelye szerinti foglalkoztatási osztályra, és közvetítés kérőként regisztráltatja magát. Természetesen ne legyen foglalkoztatási jogviszonya, természetesen ne legyen vállalkozói jogviszonya, hiszen ezek kizáró körülmények. Az önkormányzatok 6 órás foglalkoztatást tudnak megvalósítani. A bérezés ugye a 8 órás bérhez kapcsolódóan a 6 órás értelemszerűen 2 órás csökkentéssel a szakképzett bér az 157.950 forint, a minimálbér pedig 120.750 forint. Az önkormányzatok és a programban résztvevő vállalkozások ezekben a napokban is várják a jelentkezőket. Az idei diákmunkaidény a korábbiakhoz hasonlóan július 1-én indul, és augusztus 31-én zárul. Díjakat és elismeréseket adtak át hétfő délelőtt Nyíregyházán az önkormányzat dolgozói részére. A megyeszékhely polgármestere a Városházán rendezett eseményen úgy fogalmazott, a járványhelyzetben a szokásosnál is szakszerűbb és felelősségteljesebb munkára volt szükség a közigazgatásban. Kiváló köztisztviselői munkájáért a Májerszki Béla díjat ezúttal Faragóné Széles Andrea, a jegyzői kabinetiroda vezetője vehette át. A Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola művészeinek előadásával kezdődött a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából rendezett díjátadó ceremónia hétfő délelőtt a Városházán. Az eseményen részt vett Nyíregyháza polgármestere Kovács Ferenc is, aki beszédében kiemelte, az önkormányzat dolgozói évről évre tanúsítják rátermettségüket, az elmúlt hónapokban pedig bebizonyították, hogy a veszélyhelyzetben is biztosítani tudták a közigazgatási feladatokat. A köztisztviselők a város, a városlakók ügyeivel foglalkoznak, és én azt gondolom, hogy nagyon magas szinten. És hát ha visszatekintek a 3 hónapos veszélyhelyzetre, az egy külön nehézséget jelentett, ilyennel még nem találkoztunk, és nagyon örömmel gondolok vissza abból a szempontból, hogy a munka nagyon színvonalas volt, mindenki tudta a dolgát, és az egyes szervezeti egységek együttműködése, ez kellett ahhoz, hogy a nyíregyháziak ne érezzék azt, hogy itt bármilyen probléma lehet, mint ahogy nem is volt. Az ezúttal szűkebb körben rendezett eseményen a város vezetése a Májerszki Béla díjat is átadta, melyet rendre olyan személynek ítélnek oda, aki évekig példamutató közszolgálati tevékenységet végez a közigazgatásban, és hozzájárul annak továbbfejlesztéséhez. Az elismerést ebben az évben Faragóné Széles Andrea vehette át, aki 1998 óta dolgozik a város önkormányzatánál, 2011 óta pedig a jegyzői kabinet vezetői tisztségét viseli. Én nagyon szeretem ezt a pályát. Én úgy gondolom, hogy ezt csak elhivatottsággal és elkötelezettséggel lehet végezni. Erre egy nagyon jó idézet jut mindig eszembe. Mi is az a hivatás? Mi is az a köztisztviselői hivatás? Talán az, amikor szenvedélyeink találkoznak az élet szükségleteivel, mert mi Nyíregyházán, itt a polgármesteri hivatalban úgy gondolom, hogy az embereket szolgáljuk, a közjót, Nyíregyháza városát, és mindig méltó módon kell, hogy képviseljük ezt a hivatalt, mert akkor lehetünk igazán büszkék önmagunkra és a hivatalra is. Az eseményen szolgálati hűségelismerésben részesülhettek a jubiláló, régóta az önkormányzat alkalmazásában dolgozó szakemberek, valamint átadták a kiváló szakszervezeti tag és a szakszervezeti hűségért okleveleket is.
több mint 120 kiállító vett részt a 12. országos gépészkovács találkozón Újfehértón. A hagyományos rendezvényre az ország minden pontjáról, de még a határon túlról is érkeztek látogatók és kiállítók egyaránt. A gépek szerelmesei a stabil motorok, veterán autók, traktorok és mezőgazdasági gépek között megtalálhatták a kedvenceiket. Az újfehértói fúvószenekar muzsikája nyitotta meg a 12. országos gépészkovács találkozót. A szabolcsi város főterét és utcáit idén is elfoglalták az érdekesebbnél érdekesebb gépek és motorok. Nagy István miniszter a rendezvényen mondott nyitóbeszédében úgy fogalmazott, a velünk élő történelmet meg kell becsülni, hiszen ha jó alapokra építünk, akkor tudunk erős mezőgazdaságot létrehozni. Gyerekként, amikor hátul a pajtába az ekekapa vagy a ekék között járva az ember, azt a feliratot olvastam még betűzve, hogy kuhne, fogalma se volt, hogy az igazából mit jelent. És aztán azért mégiscsak egy érdekes pillanat az ember életének, amikor Moson-Magyaróváron a 150 éves künegyár ünnepéjén már én mondhattam az avató beszédet, és az nyilván az ember életében meghatározó az, hogy gyerekként ott volt velünk, hogy használtuk, és a mai napig megvan, és remélem, hogy egyszer még újra lehet vele majd szántani. Szóval ezek azok a történetek, amelyek velünk vannak. Kell, hogy továbbra is velünk legyen, mert ezek nélkül, az alapok nélkül nincs a mezőgazdaságnak jövője. A térségben már nagyon várták ezt a rendezvényt, sokan voltak kíváncsiak a gépekre. A 12. gépészkovács találkozónak nem lehetett ellenállni, mert annyi gyönyörű gép, annyi remek mű van jelen, hogy mindenkinek nagy tisztelettel ajánlom a figyelmébe. Az ember szívét megdobogtatja ez a rengeteg régi gép, amely sok ember keze munkáját és esze járását dicséri. Hoffer traktor, katonai motorok, kovács bemutató, arcfestés és kézműves vásár várta a látogatókat. Talán a legritkábbak a stabil motorok között keresendők. Hát Kühne gyártmány, Kálai Lajos gépgyárában készült stabil motor is van itt. Aztán egy nagyon ritkaság, mondjuk egy 1919-ben gyártott Henrik Lanz gyártmányú gőzlokomobil, ami a nap folyamán be lesz üzemelve, fel lesz ütve, és egy transzmissziós hajtáson keresztül egy korabeli esztergogépet fog hajtani, és hát esztergálni fogunk vele egy picit ilyen bemutató jelleggel majd. A hétvégi találkozó mellett a város már szervezi a további nyári rendezvényeit. Augusztus 20-ai hosszú hétvégén egy 4 napos programmal készülünk, amelyen úgy gondolom, hogy a város minden lakossága, sőt a környék lakossága is megtalálja az igényeit, hiszen a mulatós fellépéktől a Korda Gyuriig, a TNT-ig mindenféle fellépő várható, valamint a fénypontja lesz augusztus 23-án este, ezt most mondom először, tehát ez a premierje ennek a dolognak. Augusztus 23-án este István a király előadás lesz Újfehértó főterén, Varga Miklóssal a címszerepben. Koppány szerepét pedig az a Nagy Szilárd fogja alakítani, aki a Varga Miklós Európa című dalának a feldolgozásával került be a köztudatba az elmúlt időszakban. A polgármester hozzátette, a várost a jövőben egy pörgős rendezvényekkel teli, sok élményt adó településé szeretnék varázsolni. Győzelemmel fejezte be a szezont a kisvárdai futballcsapat Bódog Tamás együttese az NB1 zárófordulójában 2-0-ra nyert Diósgyőrben. A kisvárdai a 8. helyre lépett előre a tabellán, a már korábban kiesett Kaposvár mellett a Debrecen búcsúzott az első osztálytól. Egyszerű volt a képlet kisvárdai szempontból a diósgyőri meccselőt, amennyiben a vendégek legalább egy pontot szereznek, benn maradnak az NB1-ben. Bódog Tamás együttese viszont nem döntetlenre, győzelemre játszott, és Obradovics révén már a 8. percben megszerezte a vezetést. A 42. percben Viana duplázta meg az előnyt, így nyugodtan mehettek a szünetre a várdai játékosok. A második félidőben a vendégek úgy játszottak, ahogyan egy előnyben lévő csapatnak kell, a hazaiak pedig nem találtak fogást ellenfelükön, így a 2-0-as győzelemmel magabiztosan harcolta ki a bennmaradást a kisvárda. Az az utolsó pár hét, amit így a csapat együtt töltött ilyen sűrű programmal, és ezzel a hozzáállással, jókedvel, ezzel az akarattal, ez biztos voltam benne, hogy ez csak egy irányba visz, és az a bennmaradás és a győzelem felé. Na most voltak lehet egy kicsit olyan mérkőzések, amik nem sikerültek teljesen, de én úgy gondolom, hogy ez a csapat hozzáállásban mindent beletett, és amióta én itt vagyok, én úgy gondolom, hogy ez egy sikeres csapattá kovácsolódott,
előtte nem feltétlenül volt az, de ez a hozzáállás ez olyan szinten erősödött a játékosokban, hogy a végén számomra nem volt kérdés, hogy ezt a Diózsőr meccset is behúzzuk, mert tudtam azt, hogy jók vagyunk, erősek vagyunk, mind taktikailag, mind fizikailag, mind mentálisan. A hozzáállás az meg parádés volt, úgyhogy egy nagyszerű győzelem volt, és köszönet értem még ezt a csapatnak. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Molfehérvár FC 1-1, Újpest Kaposvár 5-0, Debrecen Paks 1-1, Ferencváros Mezőkövesd 1-0 és Puskás Akadémia Budapest Honvéd 2-1. A bajnoki címet a Ferencváros szerezte meg 76 ponttal, megelőzve a 63 pontos Molfehérvár FC-t és az 54 pontos Puskás Akadémiát. A Kisvárda 12 győzelemmel, 6 döntetlennel és 15 vereséggel 42 ponttal a 8. helyen végzett. Az NB1-ből a Debrecen és a Kaposvár esett ki. Bódog Tamás a 19. fordulót követően vette át a Kisvárda irányítását. A hátralévő 14 fordulóban 6 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel 21 pontot szerzett a csapat. Olyan fázisban volt a csapat, hogy 5 meccsből 4-szer kikapott, egy döntetlen volt és egy totálisan szétesett csapatot vettem át. De most utána nem volt egyszerű, de úgy gondolom, hogy megoldottuk, elindultunk egy jó úton, utána jött ez a koronavírusos időszak, ami azért annak ellenére, hogy egy hosszú, nehéz időszak volt, számunkra segített, mert mind fizikálisan, mind taktikailag be tudtam pótolni azokat a hiányosságokat, amik előtte nem voltak meg a csapatnál. És utána pedig az már tényleg egy szenzációs dolog, ahogy a csapattal együtt tudtam dolgozni. A kisvárdai játékosok 2 hét pihenőt kaptak, a felkészülés július közepén kezdődik, a 2020-2021-es idény pedig augusztus 15-én rajtol. Június 29-én hétfőn a Kölcsei Televízió iradóját látták, amellyel holnap este ismét várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Erőteljes gomoly felhők képződés várható, majd az éjszaka második felétől fokozatosan kiderül az ég. Többfelé előfordul zápor, zivatar, heves zivatar is lehet, amelyet felhőszakadás, illetve jégeső is kísérhet. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 17 fok között alakul. Kedd estig gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, a nyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 29 fok között alakul. Szerdán inkább csak nyugaton alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, csütörtökön, illetve pénteken gyakrabban megnövekszik a felhőzet és több helyütt számítani lehet záporesőre, zivatarra, zivatarokban pedig szélerősödésre. Szerdán és csütörtökön sokfelé mérhetnek 30 fok fölötti maximumokat, a következő napokban az ország nagy részén a csúcsérték 30 fok alatt marad.